Az agrárminiszter részesévé akar válni egy olyan politikai galátságnak, amivel el akarják lopni a cégünket. Ez pedig Bige László mondta a híradónknak azzal kapcsolatban, hogy az utóbbi napokban az agrárminiszter többször arról beszélt, hogy a nagyvállalkozó kárt okozott a magyar gazdáknak és fogyasztóknak, mert mesterségesen tartotta magasan a műtrágya árát. Kerestük az ügyben az agrárminisztériumot, de adásunkig még nem válaszoltak. Évek óta az élbolyban van a 100 leggazdagabb magyar listáján Bige László, akit a magyar műtrágya királynak is szoktak nevezni. 2021-ben a Forbes listáján ő volt a 6. 201 milliárd forintos vagyonával. Nemrég elsőként ismert el, hogy néhány millió forinttal támogatta Márki-Zay Péter kampányát az előválasztáson. Csak némi aprót. Az előválasztásoknál. Budai Gyula beszélt arról a parlamentben, hogy Bige azért támogatta az ellenzéki kampányt, mert azt reméli, hogy ha hatalomra kerülnek, akkor nyomást tudnak gyakorolni az igazságszolgáltatásra a Bige ellen folyó eljárások megszüntetése érdekében. Legutóbb a gazdasági versenyhivatal szabott ki a vállalkozóra 11,5 milliárd forintos büntetést. Semmilyen jogalapja nincs. Az ég adta világon semmi, tulajdonképpen nem is tartok tőle, mert ez nem lesz olyan bíróság a világnak, ahol ezt megítélnék. A nyilvános vita a napokban is folytatódott. Nagy István agrárminiszter Facebook videójában arról beszélt, felbecsülhetetlen kárt okozott a magyar gazdáknak és fogyasztóknak Bige László műtrágya kartelezése. A nitrogénművek ZRT piaci helyzetét kihasználva mesterségesen tartotta drágán a műtrágya árát, és most korlátozná a gazdákat a hozzáférésben. A nagyvállalkozó 7 éven keresztül nem csak a magyar gazdákat, hanem minden magyar kenyér, gyümölcs és zöldségvásárlót is megkárosított, hogy extra profithoz juthasson. Nagy István videója után pár nappal hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, az agrárminisztérium azon dolgozik, hogy számszerűsítse, mennyi pénzzel károsította meg Bige László a magyar gazdákat. A tárcavezető leszögezte, a baloldali milliárdos még egy fenyegetésnek beillő nyilatkozatot is tett a gazdák irányába, miszerint idén a magyar gazdák már csak egyetlen napon vehetnek műtrágyát, ami megmarad, azt külföldi vevőknek adják el. Bige László híradónak azt mondta, a miniszter vagy nincs tisztában a mai mezőgazdasági helyzettel, vagy hazudik, hiszen ők adják legolcsóbban Európában a műtrágyát, és mindenkit kiszolgálnak. A vállalkozó úgy véli, törvényes köntösbe burkolva akarják tőle ellopni a cégét, mert az ma Magyarország legértékesebb ipari ingatlana. Úgy gondolják, hogy ilyen módon lévő zsarolással, és ezzel a rengeteg eljárással, amit indítottak ellenem, hogy én meg fogok itt törni, és úgy gondolják, hogy ezt majd valami történik. Elsősorban úgy, hogy ellopják tőlünk, tehát tönkretesznek és ellopják tőlünk. Tehát a cég ez jól működik, és erre nincs lehetőség. Bige László szerint karaktergyilkosság történik, ami úgy véli, a választásokig kitart. Az ellenzéket akarják velem lejáratni úgy, hogy nekem ez semmi közöm nincs. Hozzátette, ő nem politikai szereplő, nincs is semmi köze a politikához. Ő csak annyit mondott, Márki-Zay Péter jó ember lenne Magyarországnak.